Jó estét kívánok, ez itt a Közügyek mai műsorunkat, a választásokkal kezdjük, egy választási blokkal indulunk. Tomislav Nikolić szerb államfő ma délben feloszlatta a parlamentet, és április 24-ére kiírta a köztársasági választásokat. Erről láthatnak majd egy összefoglalót. Utána a vajdasági választásokat pedig március 22-én írja ki Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, aki Maja Gojkovicsal, a köztársasági parlament elnökével egyeztetett ma. Ladocki Gyula a köztársasági választási bizottság tagja, utána pedig a választás, illetve a kampány menetéről beszél részletesen. A Közügyek vendégeként utána Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a tegnap elfogadott kisebbségi akcióterv fontosságáról beszél. Utána a környezetvédelemről, területrendezésről és a régiók közötti együttműködésről szavaztak ma a tartományi képviselőház aktuális összetételének utolsó ülésén a képviselők, erről is beszámolunk. A racionalizáció miatt a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban két munkást el kell bocsátani. Urbán András, a színház igazgatója beszél a problémáról. A mai műsorunk végén pedig egy faluriportot láthatnak a Közép-bánáti Muzsjáról. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk, kezdünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is! Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek Tomislav Nikolić szerb államfő ma délben feloszlatta a parlamentet és kiírta a köztársasági választásokat április 24-ére. Kezdődik a kampány, a pártok megkezdhetik a jelöltállítást és a választási listák benyújtását. Tomislav Nikolić aláírta a kormány javaslatát, amely a köztársasági parlament feloszlatására vonatkozott. Az államfő ezt elfogadta, így megteremtődtek a feltételek a rendkívüli választások kiírására. I odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 24. aprila ove godine. Vlada je u svom obrazloženju navela da je došlo vreme za ispitivanje podrške pošto su reforme u koje smo ušli zaista ozbiljne, u koje je trebalo odavno da uđemo, veoma bolne za čitave slojeve građana. Potrebno je, znači, da se građani izjasne da li podržavaju te reforme, da li su spremni do kraja da ih podrže kako bi jednog dana živeli bolje. Az új kabinet megalakulásáig az úgynevezett ügyvezető kormány végzi az államigazgatási teendőket, amely néhány kivételes helyzettől eltekintve nem hozhat fontosabb döntéseket. Nem javasolhat törvényeket és egyéb jogi aktusokat a parlamentnek, előírásokat sem hozhat, kivéve akkor, ha elfogadásukat törvényes határidő látja elő. Az ügyvezető kormány kizárólag abban az esetben intézkedhet, ha az állam szükségletei, védelmi érdekek, illetve természeti, gazdasági vagy egyéb katasztrófa ezt megkövetelik. Március 22-én írja ki a vajdasági választásokat Pásztor István. A tartományi képviselőház elnöke Maja Gojkovics köztársasági házelnökkel folytatott egyeztetését követően bejelentette a vajdasági választásokat, a köztársasági választásokkal egy időben tartják. Pásztor István ma fogadta Maja Gojkovicsot, a köztársasági parlament elnökét. A tartományi házelnök kiemelte, a vajdasági választásokat biztosan március 22-én írja ki, az időpont pedig megegyezik majd a köztársasági voksolás időpontjával. Újra megerősítettük, hogy az a közös szándékunk, hogy a tartományi, illetve önkormányzati választások ugyanazon a napon kerüljenek megtartásra. Mind a két választás rendes választás. Ezzel kapcsolatban mindenkinek megvannak az előírásban lefektetett határidei, ami a vajdasági parlamentet illeti. Szeretném megerősíteni, hogy én a választásokat március 22-én fogom kiírni. Ezzel kapcsolatban a mozgástér nagyon kicsi, ugyanis az erre vonatkozó rendelkezések nagyon-nagyon kis teret biztosítanak a parlament elnökének, hogy mérlegeljen.
90 nappal az előző parlament alakulása előtt kell gyakorlatilag kírni a választásokat, ez március 22-e, leghamarabb 30 nappal a kiírás után kerülhetnek megszervezésre, és legkésőbb 60 nappal a választás kiírását követően. Maja Gojkovics köztársasági házelnök is megerősítette, hogy minden szempontból célszerű lenne mindhárom szinten ugyanazon a napon tartani a választásokat. Azt is elmondta, hogy kötelessége még 2 napot várni az önkormányzati választások kiírásával, mivel egyes szerbiai községekben nem biztos, hogy tartanak majd előrehozott választásokat. Tako da ću ja raspisati izbore za lokalne samouprave nakon vikenda kada isteknu ovi rokovi o kojima sam vam sada rekla. Naravno da ću to učiniti kao i gospodin Pastor iz razloga ekonomičnosti, iz razloga efikasnosti i troškova ovog izbornog procesa za isti dan na koji će biti raspisani izbori i republički i pokrinjski, s tim što ću ja naravno imati priliku da to učinim mnogo ranije od gospodina Pastora. A házelnökök a találkozón kiválónak értékelték a köztársasági és a tartományi képviselőházak közötti együttműködést. Egyetértettek abban, hogy ennek a következő összetételben is hasonlóan kell folytatódnia. A szerb képviselőház az elmúlt 2 évben folyamatosan nyitott volt azokra a törvénymódosítási indítványokra, amelyeket a vajdasági parlament fogalmazott meg. Megteremtette elsősorban elnök asszony nyitottságának köszönve a lehetőségét annak, hogy egy normális légkörben komoly figyelem mellett alkalmunk volt ezeket a módosító indítványokat indokolni a szerb képviselőházban, küzdeni azokért, hogy bekerüljenek a elfogadásra váró törvényekbe. Pásztor István korábban elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység pártjával koalícióban indul majd a választásokon. A közügyek vendége pedig Ladóczky Gyula, a Köztársasági Választási Bizottság tagja. A beszélgetést a délelőtti órákban rögzítettük. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ha a köztársasági államfő délben kiírja a választásokat, akkor ezzel megkezdődik a kampány is? Hát ebben a határozatban, amikor kiírja, meg fogja határozni azt is, hogy mikortól kezdődnek a választási műveletek. Ez úgy szokott történni, hogy a hivatalos lap megjelenésétől, vagy a hivatalos lapban határozzák meg, hogy mikortól. Tehát ez a legvalószínűbb, hogy vagy a holnapi naptól, vagy a mai nappal, attól függ, hogy mikor jelentetik meg, és onnantól kezdődnek a kampánytevékenységek, és onnantól foghatnak hozzá a pártok is a választási műveletekhez. Mivel kezdődik a pártok választási tevékenysége, tehát mától vagy holnaptól mivel fog elkezdődni? Hát a legfontosabb feladatuk az elsősorban, hogy a szükséges számú aláírást összegyűjtsék, ami a listaállításhoz szükséges. Ez számukra a legnagyobb munka és a legnagyobb megpróbáltatás. Ilyenkor nagy versengés folyik azért is, hogy ki hányas számmal induljon a választásokon. Nyilvánvaló, hogy a legerősebb párt mindenképpen első szeretne lenni ilyenkor, de egyes pártok más számokat is meg szoktak célozni, amelyről úgy vélik, hogy ez kedvező lehet a kampány szempontjából, és a választópolgárokhoz így hamarabb eljut az ő üzenetük. Tehát az is lehet, hogy nem sietnek átadni a listát, csak azért, hogy egy olyan számot kapjanak, ami nekik megfelelőbb? Hát volt már erre is példa, de az első számért szokott a legnagyobb tolongás lenni, úgymond, meg a legnagyobb igyekezet, meg az utolsóért. Tehát a határidő végeztével, pont a határidő vége előtt akkor is nagyon sokan szoktak megjelenni, és akkor ott éjfél előtt 5 perccel gyakorlatilag, tehát utolsó nap nagyon sokan adják át mindig a listát, mert van olyan elképzelése is némely pártnak, némely listaállítónak, hogy jobb utolsónak lenni, mint mondjuk a lista közepén elhelyezkedni. A határidő az mikor lenne? A választások megtartásának napjától számítva visszafelé 15 nappal. Pártok mellett kik azok, akik még indulhatnak a választásokon? Hát a pártok mellett mindenképpen pártok koalíciója is indulhat, és polgárok csoportja is. A köztársasági választásokon ilyen polgárok csoportját legkevesebb 10 választópolgár alakíthat, de számukra is érvényes, hogy 10 000 aláírást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy listát tudjanak állítani. És kik lehetnek jelöltek, illetve hány jelölt kell egy lista állításához? Hát a komolyabb pártok és a komolyabb indulók mindenképpen azt szokták szem előtt tartani, hogy teljes listával, azaz 250 jelöltel induljanak. Jelölt lehet
minden nagykorú szerbiai állampolgár, akinek lakóhelye van, bejelentett lakóhelye van Szerbia területén. Aki ideiglenesen külföldön tartózkodik, az is lehet jelölt, és az is szavazhat, azonban ezt csak is akkor tudja megtenni, hogyha nyitnak valamelyik külképviseleten szavazóhelyet. A legkevesebb 100 szavazópolgár jelentkezik előzetesen arra, hogy szavazna az adott szavazóhelyen. Az elmúlt években hogy volt? Voltak külképviseletek? Voltak külképviseleti szavazások, elsősorban olyan városokban, ahol nagyobb a diaszpóra, ahol nagyobb számban érnek szerbiai állampolgárok, ott szoktak szavazóhelyet nyitni, de a tendencia az, hogy egyre kevesebb helyen szokták ezt megtenni, mert ez elég költséges. Esetleg tudunk városokat mondani, hogy hol voltak? Hát Németország nagyobb városaiban, például Münchenben, úgy tudom, hogy Dortmundban, aztán Franciaországban és Párizsban, Brüsszelben, tehát Nyugat-Európa városaiban nagyon sok vendégmunkás él és dolgozik, ott szoktak ilyen választóhelyeket nyitni. A köztársasági parlamenti választások mellett ugye tartományi választások is lesznek. Milyen határidőn belül kell majd teljesíteniük az indulni szándékozó pártoknak, és mit kell teljesíteniük? Hát a listaállítás az egy viszonylag bonyolult folyamat, tehát a jelölteknek elég sok dokumentációt kell beszerezniük, ilyen a választójogról szóló bizonylat, hogy bejelentett lakóhelyük van Szerbia területén, illetve a tartomány területén, ha tartományi választásokról beszélünk, vagy az önkormányzat területén, ha önkormányzati választásokról beszélünk. Ezen kívül nyilatkozniuk kell arról, hogy vállalják azt, hogy jelöltek legyenek, állampolgársági bizonylat, stb. Tehát egy csomó dokumentációt kell beadniuk, és ezt a pártoknak nyilván időbe telik, még összeszedik. De mivel már tudva levő volt, hogy választások lesznek hamarosan, én azt gondolom, hogy egy részét már a jelöltek, a potenciális jelöltek össze is szedték, és elő van készítve. Tehát ilyenkor azért mindenki igyekszik minél előbb a listáját átadni. A tartomány területén 6000, a tartományi választásokon való induláshoz 6000 szavazat szükséges, kisebbségi pártok esetében 3000, az önkormányzati választások esetében pedig jelöltenként 30 szavazat, vagy azon önkormányzatok területén, ahol 20000 választópolgárnál kevesebben élnek, ott elengedő 200 támogató aláírás is. Ha már említette ugye a tartományi választásokat, Pásztor István házelnök írja ki, még az önkormányzati választásokat a szerbiai parlament elnöke Maja Gojković. Minden önkormányzatban lesz választás, ott is, ahol egyébként időközben volt? 2014-ben is néhány önkormányzatban tartottak választásokat. Én azt gondolom, ha általános választásokat írnak ki, akkor ezekben az önkormányzatokban is újra választásokat tartanak. Azonban ezt a választásokról szóló kiírás fogja majd, határozati kiírás fogja tartalmazni pontosan, hogy ezekre az önkormányzatokra is ez érvényes. Ha általános választásokat írnak ki minden szinten mindenhol, akkor nyilvánvalóan ott is választásokat fognak tartani. Ez például Szabadkára és a magyar lakta városokra, községre ez nem érvényes, mert ott rendes időben tartották a választásokat 2012-ben, ott nem tartottak időközi választásokat, így nyilvánvalóan Vajdaság területén ezekben a községekben, városokban most mindenképpen választásokat fognak tartani. Önkormányzati szinten egyébként mik a határidők? Hát a határidő ugyanaz, mint köztársasági szinten, de a választások napját megelőzően 15 nappal kell, az a végső határidő, akkor kell a listát beadni. Nézzük akkor a koalíciókat, illetve a polgárok csoportjait, akik indulnának a választáson, rájuk milyen feltételek vonatkoznak? Hát a koalícióban indulnak, akkor mindenképpen egy koalíciós szerződés szükséges a két párt között, valamint meg kell határozni azt is, hogy ki fogja képviselni az adott koalíciót, a választási műveleteket mely személy fogja tudni elvégezni. Ugyanúgy indulhatnak pártok és polgárok csoportjai is koalícióban, vagy pedig polgárok csoportja önállóan is állíthat listát. Önkormányzati szinten is, köztársasági szinten is. Nézzük akkor csak még a kampányra térjünk vissza egy pár mondat erejéig. Ha ma, illetve holnap kezdődik, akkor az azt jelenteni, hogy körülbelül 50 napig tart majd? Hát azt jelenteni, igen. Mindig vasárnap tartják a választásokat, ilyenkor csütörtök éjféltől van, tehát a választás napját vasárnaptól visszafelé csütörtökön, az utolsó csütörtökön éjféltől van a kampánycsend, addig fejthetik ki kampánytevékenységüket a pártok. A szavazás napján természetesen már nem fejthetnek ki semmilyen kampánytevékenységet, 50 méterre a szavazóhelyektől nem lehet semmilyen plakát, magán az választóhelyeken sem lehet semmilyen propagandaanyag, ezt mindig szigorúan szokta a szavazatszedő bizottság kísérni, és abban az esetben, ha ez nem így van, akkor szólnak a kommunális rendőrségnek, kommunális felügyelőknek, és akkor eltávolítják ezeket a propagandaanyagokat.
Sajnálatos, hogy a törvény egyik törvény sem, tehát sem a parlamenti választásokról szóló törvény, sem az önkormányzati választásokról szóló törvény nem tartalmaz büntető rendelkezéseket erre vonatkozóan, hogy mi történik akkor, ha valaki mégis megsérteni a kampánycsendet. Azonban ezt többi kevésbé beszokták tartani. Elsősorban a médiákra vonatkozik ez. A médiák, mivel jobban is ellenőrizhetőek és felelősségre is vonhatók jobban, inkább betartják ezeket a rendelkezéseket, azonban volt már rá többször példa, hogy választásokat megelőzően pénteken, szombaton még szórólapok kerültek a polgárok postaládájába. Ez nagyon sajnálatos, azért jó lenne, ha a pártok és a résztvevők betartanák itt a fair play szabályait. De ezzel nem tudnak valamit tenni? Vagy... Hát a választási bizottságnak azon kívül, hogy konstatálja ezt a szabálysértést, nem nagyon van hatáskör erre, tehát büntetést nem tudnak kiszabni erre. Ha valaki bizonyítani tudná, hogy XY résztvevő ezt megtette, akkor indíthat ellene bizonyos eljárást, azonban erre még a joggyakorlatban tudomásom szerint nem volt példa, hogy valakit elmarasztaltak volna ilyen ügyben. Ha már említette úgyis a választási bizottságot, akkor a köztársasági választási bizottságnak mik a feladatai már most, illetve mik lesznek majd a feladatai? A köztársasági választási bizottság teljesen fel van már készülve a választásokra. Az űrlapok formáját már gyakorlatilag elkészítették, azzal, hogy a mai ülésen, ma 4 órára van kitűzve az ülés, a mai ülésen minden választási bizottsági tag javasolhat valamilyen változtatást ezekben az űrlapokon. Pontosan azért, hogy senki ne gondolja azt, hogy valakinek előre megvoltak ezek az űrlapok, és előre elkezdhette az aláírások gyűjtését. Ez is úgymond a fair play szabályával összhangban van, hogy mindenki azonos feltételek mellett indulhasson a választásokon, és foghasson az aláírásgyűjtéshez. Ezen kívül egy szabályzatot készít a választási bizottság a mai napon, aminek a vázlata már el van készítve, amely a szabályokat pontosítja, tehát a törvényes rendelkezéseket pontosítja és részletezi. Ez a mai nappal szintén hatályba fog lépni, mi amint a választásokat kiírják, ezt gyakorlatilag a választási bizottságon elfogadjuk és meg fogjuk jelentetni. Innentől kezdve a választáson résztvevő pártoknak és koalícióknak, valamint a polgárok csoportjainak ez a választási bizottság honlapján elérhetővé válik, és ha bármilyen jogi dilemmájuk van, akkor ebben arra választ fognak találni. Vadutki Gyula, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm. A szerb kormány tegnapi ülésén elfogadta a kisebbségi akciótervet, erre azért volt szükség, hogy folytatódhassanak az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások. A 23-as fejezet az alapjogokra vonatkozik, és megnyitásának feltétele volt az akcióterv elfogadása. A stúdió vendége pedig ezzel kapcsolatban Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A beszélgetést délelőtt rögzítettük, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye az akcióterv kidolgozása során figyelembe vették a nemzeti tanácsok javaslatait, és milyen javaslatokkal álltak önök elő? Hát rengeteg javaslattal. Egyrészt a nemzeti tanácsok koordinációja dolgozta ki ezeket a javaslatokat, és hát ez egy hosszú, több hónapos folyamat volt. És hát azok a javaslatok lényegében arról szólnak, hogy a következő 4-5 évben melyek azok a feladatok kisebbségügyben, amelyeket Szerbiának meg kell oldania. Egyik a jogharmonizáció, amely a legfontosabb, hogy a törvényeket olyan kisebbségi érdekeket figyelembe véve kell összehangolni az Európai Unióval, ugyanakkor a kisebbségek elvárásaival is, és hát a Szerbia érdekeivel is, amelyek együtt közösen a kisebbségvédelmet egy magasabb szintre tudják tenni, helyezni, és ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy ez a most elfogadott akciótervet még külön az Európai Unió országai véleményezni fogják, tehát még alakítások, módosítások történnek rajta. Az viszont egyértelmű is le kell szögezni, hogy amelyben akár a koordináció, akár én személy szerint a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében egy külön bizottságban vettünk részt, amely ennek az akciótervnek a kidolgozását kellett fölvállalnia. A 4 terület legfontosabb döntései közül azt hiszem, hogy azt kell kiemelni, hogy számunkra mindenképpen, hogy a kisebbségi jogok érvényesítése az alkotmányon
belül szavatolt jogok teljes rendszerét hozza magával. A nemzeti tanácsokról szóló törvénynek mi bízunk benne, hogy egy új nemzeti tanácsi törvénynek a létrehozása alapvető feladat kellene, hogy legyen. És hát azt hiszem, hogy a részarányos foglalkoztatás a közhivatalokban, közigazgatásban, mindenhol, ahol a kisebbségek érdekeket kell, hogy képviseljenek, megvalósuljon. Ezek a legfontosabb dolgok. A mi esetünkben az oktatáson belül különösen fontos volt az, hogy valamennyi testületen a bilinguális kétnyelvű oktatásnak a javasolt elvét elutasítottuk, nem fogadtuk el, tehát ez is egy fontos dolog. A szerb nyelv oktatásának új rendszere határidő szerint már 2017. szeptemberében az új tanterv alapján kellene, hogy elinduljon. És hát felsorolni is nehéz azokat a fontos alapelveket, amelyeknek mindegyiknek az a lényege, hogy milyen törvényes módosítások, elvárások, új rendszabályok meghozatala szükséges ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, és egy akciótervben, tehát lényegében a területeken belül jól látható az, hogy milyen határidőkhöz kötődnek, milyen költségvetési pénzekből kell ezt megvalósítani, milyen pénzekből, és hogy milyen eredményeket kell felmutatni és elérni. Az idő azért sürget, hiszen ez december 31-ig kellett volna már elfogadni, itt már késésben vagyunk, most még több Európai Uniós szakvéleményezés is történt az akciótervvel kapcsolatban. Most történik a legmagasabb szintű egyeztetés, majd az Európai Unió tagországaival, és hát így együtt a munka viszont már el kell, hogy kezdődjön. Egyrészt már, ami nagyon fontos és nagyon jelentős számunkra, hogy már egy külön munkacsoport jött létre a nemzeti tanácsokról szóló törvény, új törvény, vagy annak módosítása meglévőnek kiegészítésével kapcsolatban, és több olyan döntés született már a parlamentben is, amelyek egyrészt a foglalkoztatáshoz kötődően a nemzeti hovatartozás kategóriáját próbálják tisztázni és rendszerezni. Ugye az akciótervnek a megvalósítása során számítanak a nemzeti tanácsok segítségére. Milyen segítségről van itt szó? Hát nem csak segítségére, hanem ez úgy működik az Európai Uniónak ez az elvárás, hogy magának az akciótervnek a kidolgozásában is egyenrangú félként kellett részt venni a nemzeti tanácsok képviselőinek, a civil szférának és az illetékes minisztériumoknak. És ez a megvalósítás során is, tehát anélkül, hogy a nemzeti tanácsokat megkerülnék, erre nincs mód, nincs lehetőség, tehát valamennyi úgynevezett inkluzív megoldásokat kell találni, tehát minden egyes törvénymódosítás, kiegészítésnél, bármilyen szabályozáson belül, egyeztetésen belül a nemzeti tanácsoknak képviseltetniük kell magukat, a véleményét ki kell kérni, és hát itt ezért fontos dolog az, hogy most indul el igazán az a folyamat, amely ugye több hónapon át, több mint fél éven át a föltételeket megteremtette ahhoz, hogy a következő 4-5 évben a hogyan továbbok, a konkrétumok hogyan fognak megvalósulni, kézzelfogható valóságá hogyan válnak. Ugye 1,8 millió dinárt osztanak szét, hogyan valósul meg ez a szétosztás? Hogy hát ez nagyon banális összeg is, nevetséges összeg is, úgyhogy azt hiszem itt arról van szó, hogy költségvetési tételként megjelenik most már, hogy a nemzeti tanácsok működésének van egy külön költségvetési kerete, ez nem az az összeg, amelyet különben a működésre kapunk, hanem egy alap létrejött a szerbiai költségvetésben. Ez egy jelképes összeg, és hát azt hiszem, hogy itt az a legfontosabb, hogy hogyan alakul a nemzeti tanácsokról szóló törvény is, hogy ez az alap milyen szerepet fog fölvállalni. Tehát, hogy maguk a nemzeti tanácsok milyen jogkörrel, milyen hatáskörrel rendelkeznek majd, és hogy ezeknek a pénzeknek, tehát hogy ez az alap tényleg olyanná duzzad, amely egy kulturális autonómiának a pénzügyi alapját jelentheti, akkor abban viszont nagyon fontos szerepet tölthetnek be majd a nemzeti tanácsok. Közvetlen a pénzelosztásban is. Az elkövetkezendő 4-5 évben ugye milyen gyakorlati dolgokra számíthatunk a Magyar Nemzeti Tanács részéről?
Hát a mi szempontunkból nyilvánvalóan az oktatás terén a legfontosabb a most érvényben lévő oktatási stratégia, szerbi oktatási stratégiai oktatásfelezési stratégia, mely 2020-ig érvényes, hogy azon belül bármilyen alakítás, mozgás történik, az az anyanyelvi oktatás szempontjából meghatározó legyen, a kisosztályok megőrzése a közösségen belül nagyon fontos az, hogy a legkisebb közösségben is megőrizni az iskolákat, az oktatást, a magyar nyelvű oktatást. Ezek azért fontos dolgok, mert hogy az akcióterv az egyrészt a meglévő gyakorlatot, a meglévő törvénykezési jogrendet próbálja összehangolni az Európai Uniós elvárásokkal. De azok az elvárások itt konkrétan egy oktatáson belül nem fogalmazódnak meg, amelyek nagyon fontosak számunkra kisebbségi szempontból, hogyha egy kis falusi közösségben megszűnik az iskola, mert hogy a gyerek létszám csökken, és azok a minisztériumi rendszabályozások, hogy hány gyerekkel és hány csoporttal lehet osztályt nyitni, az nem csak oktatáspolitikai kérdés, hanem az már kisebbségügyi kérdés, és nekünk az Európai Unióban ezeket a problémákat kell kivetíteni és megmutatni. Tehát a Nemzeti Tanácsnak szinte minden téren sokkal nagyobb szerepe és lehetősége lesz a jogi érvényesítésnél, és ehhez az akcióterv ad lehetősége. Tehát ha azt mondjuk, hogy egy településen egy ilyen észszerűsítési eljárással nem csak a probléma abból adódik, hogy a gyerekek a nagyobb városba, vagy a szomszédos településre járnak, hanem ezáltal iskola nélkül az a közösség kultúrájában, identitásában, egész valóságában, kisebbségi létében sérül, ez már alkotmány jogi sértéskérdésként kell kezelni. És tehát minden jogszabály kidolgozásánál oda kell ezekre a legalapvetőbb dolgokra figyelnünk majd. Hajnal Jani, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen. Környezetvédelemről, területrendezésről és a régiók közötti együttműködésről szavaztak ma a tartományi képviselők. A tartományi képviselőház aktuális összetételének utolsó ülésén Vajdaság 2016 és 2025 közötti környezetvédelmi programja váltotta ki a legnagyobb érdeklődést. A témával kapcsolatban Vajda Lajos beszélgetett Dobai Jánossal, tartományi környezetvédelmi segédtitkárral. A tartományi parlament mai ülésén többnyire környezetvédelmi és településrendezési témákról volt szó. Ebből kifolyólag Dobai Jánossal, tartományi környezetvédelmi segédtitkárral beszélgetünk. Az egyik napirendi pont a tartomány környezetvédelmi programja volt a 2016-tól 2025-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Mit tartalmaz ez a program? Ez egy nagyon fontos dokumentumot, amely tehát több hónapig készül szakemberek bevonásával, a titkárságunk által, a szerbiai stratégiát figyelembe véve. Elsősorban is el kell mondani azt, hogy ez azért is fontos az Európai Uniós csatlakozásnál a környezetvédelmi, tehát témák, problémák megoldása, az egy kiemelkedő cél és feladat, és ez a tanulmány, ez, ami most tehát napirenden van a parlament ülésén, váltan tehát hozzájárul ahhoz, hogy sikeres legyen a megbeszélés, a csatlakozási tárgyalások ebben a témakörben. A maga az anyag felöleli elsősorban a jelenlegi helyzetet, állapotot, amely el kell mondani, hogy nem éppen kecsegtető, hisz az elmúlt időszakban sajnos elsősorban is tehát pénzhiány miatt keveset tehát fordítottunk a környezetvédelemre, keveset tudtunk tehát elérni, bármilyen szempontból nézve akár a levegőt, akár a vizeket, vizeinket, akár a talajt, a földet, de bármilyen más tehát szempontot is. Ezért tehát nagyon fontos az, hogy az elkövetkező tehát 10 évben ettől sokkal többet tegyünk. Ez a mai tehát tanulmány, amely napirenden van, elsősorban tehát azon kívül tehát, hogy felöleli azt, hogy milyen jelenlegi helyzet,
lehetőséget és feladatokat, tehát lát elő az elkövetkező 10 évre, hogy mik azok a teendők, amelyeket tehát mindannyiunknak, intézeteknek, intézményeknek, az állami szerveknek, az egyszerű polgárnak is tehát meg kell tenni annak érdekében, hogy valóban megoldjuk a körülöttünk levő gondokat, problémákat. A maga a terv előlátja a megvalósítási, tehát időszakokat is, előlátja a különböző pénzelési lehetőségeket is, mint mondtam, tehát feladatokat mindenki számára, az önkormányzat egészen a tartományi szervekig. Én bízom abban, hogy ez sikeresen majd megoldódik majd az elkövetkező 10 évben, persze ez szükséges az is, hogy a megfelelő tehát szervek előteremtsék a szükséges pénzeszközt, hisz mi leíratunk bármilyen szépen, hogy mit kell tenni és hogyan kell ezt megtenni, hogyha arra tehát nem tudjuk a megfelelő tehát pénzforrásokat előteremteni, akkor nem tudjuk megvalósítani se, de azért az Európai Unió remélhetőleg tehát a csatlakozási folyamat alatt jelentős pénzeszközt tud erre majd fordítani, és így bízom abban, hogy az elkövetkező 10 évben tehát sokat tudunk tenni, tehát annak érdekében, hogy a környezetünket még szebbé és jobbá tegyük majd. Mondta, hogy nem fényes a helyzet. Esetleg ez a program, ha el lehetne mondani így nagyvonalakban, milyen konkrét intézkedéseket lát elő, amit ki lehetne emelni? Tehát előlátja elsősorban is az önkormányzatok, a különböző intézmények, vállalatok, a gazdaság, tehát része azok a teendőket, amelyeket tehát el kell tehát érni az elkövetkező 10 évben. Figyelembe véve az, hogy tehát elsősorban is tehát nekünk elemeznünk kell, milyen a levegő, a víz, a talajnak a minősége, és mik azok tehát a szükséges tehát tennivalók, amelyet tehát meg kell tenni, hogy valóban tehát sokkal egészségesebb környezetben tehát tudjunk élni. Az elmúlt időszakban is már bizonyos tehát tanulmányok, intézkedések tehát történtek, de ez pénzhiány, mint mondtam, tehát nem volt elegendő, így remélhetőleg, tehát hogyha pénz is hozzáteremtődik, akkor valóban tehát meg tudjuk tehát tenni azt az intézkedéseket, amelyek tehát mindenkire és mindannyiunkra várnak az elkövetkező időszakban. A vajdaság természete állapotáról szóló jelentés és a képviselők elé került. Amikor a környezetünkről beszélünk, milyen a természet körülöttünk, milyen az állapota és melyek a legfőbb gondok? Hát sajnos a természetet elhanyagoltuk, és ez a jelentés, tehát lehet, hogy kicsi megkésekült a parlament elé, 2014-es időszakot öleli fel, de az állapotok sajnos eléggé súlyosak, és a természettel keveset, tehát törődjünk, legyen az a növényvilág, az állatvilág, kivéve azokat a természetre külön tárt védett területeket, amelyben az utóbbi időben mind több is több van, köszönve a titkárságunk igyekezetének és odaadásának, nem csak a tartományi szinten, hanem az önkormányi szintekre is, de ez még mind kevés, hisz nagyon kis százalékát, pár százalékát öleli fel az tehát területnek, vajdaságba, ez a külön tárt védett területek, ahol valóban tehát sikerült tehát megőrizni a természet úgy, ahogy volt, állatvilágát, növényvilágát, de a több mint 90% területnek, tehát ott még nagyon sok teendőjük van. Ez az állapot, amely tehát az elmúlt időszakban tapasztalható volt, tehát eléggé tehát rossz állapot, és azok a javaslatok, amelyeket tehát ez a jelentés tehát tartalmaz, remélhetőleg hozzájár ahhoz, hogy tehát minél több védett terület legyen vajdaságban, hozzájár ahhoz, hogy a növényvilágot és az állatvilágot tehát megőrizzük mindannyiunk számára, hisz nagyon fontos az, hogy a természetet tehát mindannyian védjük és őrizzük. Színészek, technikusok, pénzügyesek, összesen 16-an dolgoznak a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban. A nemzetközi hírnévre szertett társulat működését a racionalizáció kérdésessé teheti. 2 személyt kell elbocsátani az intézményből. Először lássunk egy összefoglalót magáról a Kosztolányi Dezső Színházról, utána pedig Urbán András, a színház igazgatója beszél a problémákról.
Szembesít, meghökkent, felpörget, kíváncsivá és függővé tesz. Olvasható a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház honlapján. A közönséget megosztó intézmény 21 éve működik, jelenleg Urbán András igazgató, 5 állandó színész és további 10 dolgozó tartozik a színházhoz. A kortárs művészvilág nagy elismeréssel beszél a társulatról. A szerbiai és a magyarországi fesztiválokon kívül európai, ázsiai és dél-amerikai színházi eseményeken is fellépnek. 2011-ben például az indiai, 2012-ben pedig a brazil közönséget nyűgözték le. A Desiree villamosán a régió színvonalas produkciói érkeznek Szabadkára. A Kosztolányi Dezső Színház rendezvénysorozata 10 éves. Ne feledkezzünk meg a Kosztolányi Dezső Színház 2009-től működő saját fesztiváljáról sem, a Desiree Central Stationről. A nemzetközi regionális kortárs színházi és táncművészeti esemény életet lehel a szabadkai hétköznapokba. A minden év novemberében megszervezett egy héten át tartó rendezvény évről évre nagyobb népszerűségnek örvend. A stúdió vendége pedig Urbán András, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatója. A beszélgetést a délutáni órákban rögzítettük. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye elsősorban a ma megtartott sajtótájékoztatója kapcsán a vendégünk, ahol ugye a racionalizációról esett szó, hogy a Kosztolányi Dezső Színházban 16-ról 14-re kell csökkenteni a dolgozók számát. Ez mit jelent a színház szempontjából? Ez a színház számára praktikusan egyfajta leblokkolást jelent, természetesen a munka folyni fog tovább, illetve meg fogjuk próbálni. Én körülbelül egy hónapja próbálom variálni azt hogy hogyan tudna zökkenőmentesen működni tovább a színház. Ez nem egy szenzációs hír, két ember, két munkahely nem tűnik olyan soknak, de egy olyan intézmény esetében, ahol 16 ember van, ott ez nagyon sok. Tehát nálunk azért, és ezt jól tudják a városban, és úgy a politikum, mint a színházba járó emberek is, hogy mindenkinek fontos szerepe van, mindenki több munkát végez egyszerre. Tehát például, ha bárkit, ha a technikai csapatból fogunk menesztenénk, akkor bizonyos előadásaink, a legtöbb előadásunk játszása is kérdésessé válik, hiszen az a csapat, az az előadás alatt is kiszolgáló személyzet, tehát a díszletek mögött dolgoznak, és így tovább. Tehát nekünk mindenből csak egy van, tehát hogyha a fénytechnikusunk operációra megy, vagy lebetegszik, akkor nem tudjuk játszani az előadást, ha csak néha próbáljuk az ilyen helyzeteket ugye honoráris valakivel beúrasztani, megoldani, de mondjuk ez Szabadkán nem egyszerű. Tehát így is nagyon nagy nyomás alatt vagyunk, mivel a műszaki résznek nagyon alacsony a fizetése, és rengeteget dolgoznak az emberek, és hát pár év után egyszerűen gondolom ezt nem bírják, és hát nem tudjuk itt tartani. Tehát azt pedig tudni kell, hogy Szabadka egy olyan város, ahol egy színházi fénytechnikus nem szalad az utcán. De említít, vagy többször említette a fénytechnikust, azt tudja már esetleg, hogy melyik szektor fogja megsínyleni a racionalizációt? Hát azt gondolom, hogy erről nyilvánosság előtt nem tudok beszélni, de ezt elsősorban nekem az intézményen belül kell az emberekkel közölnöm. Itt akárhogy vesszük, tehát ez emberileg is nagyon fájdalmas, ugyanakkor ugye az alapján tudom csak eldönteni, hogy mi az, ami legkönnyebben nélkülözhető. De mondjuk már ezt lehet, hogy egy munkahelyet tudok így akár magamba is megnevezni, tehát a másodiknál már nagy bajba vagyunk, hiszen nem. Tehát ha azt mondom, hogy az egyik díszletező munkahely szűnik meg, akkor ki építi be a díszleteket, ki vezeti az előadások technikai háttérmunkáit, vagy ezt ki csinálja. Azt is a színészekkel pakoltassam be, vagy ugye nagyon divatos lett mostanában, hogy majd a takarítókat menesztik, tehát ez a téma. Tehát egy színházat folyamatosan naponta többször takarítanak, a próbák során, a próbák után, előadás előtt, és szükség szerint, hiszen ugye próbán is piszkolódik a színpad. És most csak a színpadról beszéltem, ugye nyilván mi közönséget fogadunk be, akiknek valamilyen minimális alapvető higiéniai körülményeket kell biztosítani. Tehát ugye ez egy nagyon bonyolult helyzet, azért is lepődtem meg ezen a döntésen, annak ellenére, hogy szakmai, tehát érdemi konzultáció erről
nem történt. Azért is lepődtem meg ezen a döntésen, hiszen én azt gondolom, hogy úgy a vezetőségben, mint úgy általában is, Kosztolányi Színházról mindenki tudja, és tudta, hogy mekkora munkát végzünk, és hogy nincsenek fölösleges emberek. Én tudom, hogy máshol sincsenek, de itt ez a létszám volt az, ami évek alatt épült ki, hogy eljutottunk idáig, ami egy alapvetően és egy minimális tevékenységet biztosított. Tehát itt azért hagyj említsem meg, hogy ez a színház a Desiré Fesztivált is megszervezi, lebonyolítja, és gondolom nem is rosszul csinálja ezt. Maglai Jenő Szabadka polgármesterem a tartott sajtótájékoztatót, ahol egyebek mellett elhangzott az is, illetve elmondta azt is, hogy konzultációra hívták be önt, viszont nem tudott megjelenni. Igaza van a polgármester úrnak, valóban egyik konzultációra nem tudtam elmenni rendező elfoglaltságai miatt. Hát, ha úgy gondoljuk, hogy ennek a problémának valóban ennyivel le lehet zárni, tehát hogy nem amikor én azt mondom, hogy érdemi szakmai konzultáció nem történt, tehát hogy az lett volna, ebben az esetben igaza van a polgármesternek, de hát nyilván, hogyha a polgármester úrnak velem van baja, erre meg vannak a megfelelő mechanizmusai, hogy ezt kifejtse, vagy leváltson, vagy ahogy tetszik. Én azt gondolom, hogy ez egy gyönge politika eredménye, ahol nem tudták elérni azt, hogy a Kosztolányi Dezső Színház, vagy nem volt meg a politikai szándék, hogy a Kosztolányi Dezső Színház ne legyen leépítve. Én azt gondolom, hogy folyamatosan zajlik egy olyan bürokrata magatartásnak az elburjánzása, és erről már többször panaszkodtam médiákban is, polgármesternek is, ami szinte ellehetetleníti az intézmények munkáját, és ez egy folyamatosan a leépítés felé vezető magatartás. Pár mandátummal ezelőtt azért én még emlékszek arra az időre, amikor az alapítóval tudtunk tárgyalni folyamatosan, olyan értelemben, hogy az alapító tisztában van azzal, hogy például egy intézménynek, amit létrehozott, nincs meg a megfelelő infrastruktúrája, nincsenek jogi káderei, könyvelősége, stb. És általában ugye segítséget nyújtott megoldani ezeket a problémákat, sőt a jogi szolgálat is támogatta, illetve segítette ezeket a dolgokat. Ma nem ez van. Ma egy ugye a törvényre való bürokrata hivatkozás, ami alapján ugye értelemszerűen minden igazgató tudja, mi a törvény, és az szerint kell, hogy eljárjon. Tehát mi egyfajta teher vagyunk, egyfajta probléma. Nem pedig ugye az alapított intézmények, aminek a működése a városnak is érdeke kellene, hogy legyen. De a kérdésre csak visszatérve, valóban nem tudtam ott lenni ezen az úgynevezett konzultáción, de én azt gondolom, hogy ez egy elég olcsó érv arra, hogy erre miért is került sor. Térjünk akkor vissza még egy kicsit csak, mert hogy lejárt az időnk magára a létszámleépítésre, ugye kettő embertől kell megválniuk. Hogyan próbálják majd ezeket a réseket betömni? Úgy, ahogy említette a beszélgetés elején, honorárisan valakit esetleg egy-egy alkalomra felfogadni, vagy Erre csak ilyen megoldások vannak, tehát mi dolgoztunk kevesebb emberrel is, sokkal rosszabb körülmények között is, csak azt gondolom, hogy ez nem az a helyzet, amivel vissza kellene élni. Nyilván módosulni fog a programunk is, de épp ma a sajtótájékoztatón kérdeztek újságírók, hogy és akkor pályázati pénzekből ezt meg lehet oldani, de ezt pályázati pénzekből kell megoldani, hogy az alapvető működés egy intézménynek biztosítva legyen. Tehát mi végül is a költségvetés indirekt, tehát közvetett felhasználói vagyunk, tehát valamilyen értelemben azt gondolom, hogy az alapító, illetve ez esetben most az alapítóknak kellene megoldani azokat a helyzeteket, amik egy intézmény működését veszélybe sodorják. Urban András, köszönöm szépen, hogy a vendégünk. Én is köszönöm szépen. Muzsja Közép-Bánát legnagyobb magyar többségű települése. Közigazgatásilag Nagybecskerekhez tartozik, de önálló faluként emlegetik. A múlt század 60-as éveiben olvadt be a legnagyobb bánáti városba.
Muzsja a Közép-bánáti Magyarság központja. Azt szokták mondani, ha itt jól mennek a dolgok, akkor az jó a környező falvak magyarságának is. Jelenleg 8000 lakosa van, abból 5500-an magyarok. Tavaly a korábbi három helyett csak két magyar osztályt nyitottak az általános iskolában. Így lesz ez valószínűleg őszre is. Sok eladott ház, vagy eladásra váró ház, ez bizonyítja azt, hogy mekkora az elvándorlásnak a hulláma, és ugyanakkor a nemzeti összetétel is megváltozik, hiszen azok, akik ide jönnek Muzslára, azok már nem magyarok, és nem a környező magyar települések vándorolnak, mert azok is sajnos a Lukácsfal, Erzsébet lak és a környező települések lakó is elvándorolnak. Muzsja viszonylag fiatal település. Tavaly ünnepelték fennállásuk 125. évfordulóját. A muzsjaiakat a szorgalom, a kitartás és a hagyományápolás jellemzi. 1890-ben, amikor ide erre a kietlen vidékre kerültek, kilátástalan volt a helyzetük, de itt maradtak, gyökereket eresztettek, és a szorgalmuknak köszönhetően, kitartásuknak kiépült a falunk, amilyen ma napjainkban is. A települést a munkanélküliség is sújtja. Sokan a mezőgazdaságban találják meg a megélhetés lehetőségét. Dolgoztam hajógyárba 9 évet a Becskereki hajógyárnak, ott a főmondást kaptunk, próbálkoztunk ezt is, azt is. Kertészette vergődünk még ma is 17 éve lassan. Voltam Németbe, 3,5 hónap után csődöt mondott a cég, hazajöttünk, azóta munkanéki újból. A Császárkert Kft. 2008 óta egyengeti a vidék kertészeinek rögös útját. Közel 200 helybérinek biztosítanak megélhetési lehetőséget. Amikor bekövetkezett ez az országban a gyárak tönkremenése, akkor az ember hová menjen vissza, visszament a földjére, és hál' Istennek így föl is találtuk magunkat. A Császárkert megjelenésével évről évre több olyan ember van, aki kihasználja ezeket a földterületeket, fóliasátrakat emelünk, és itt próbálunk termelni. Matus Eszter Lenke, a Petőfi program ösztöndíjasa 5 hónappal ezelőtt érkezett Budapestről Muzsjára. Nagyon jól érzem magam, úgyhogy ennyi idő alatt tényleg volt lehetőségem arra, hogy megismerjem az itteniéket, és én nagyon aktív, nagyon összetartó közösséget láttam az itt eltöltött hónapok során, úgyhogy Budapest az nagyon tényleg változatos, vagy nagyon más ehhez képest, de én most itt úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem, és be is fogadtak, úgyhogy én per pillanat szeretnék maradni, és nem elsietni ezt a visszatérést a nagyvárosba. A Muzsjai Zeppelin Rádiónak 2004-től 2009 őszéig volt egésznapos magyar műsora. Az állami szervek azonban megvonták tőlük a sugárzási engedélyt. Tavaly decemberében elhallgatott a Nagybecskereki Rádió is. Ez nagyon nagyba itten Nagybecskerek környékén, mert így gyakorlatilag elektronikus médium néki maradtunk, és ezt a közeljövőben meg kellene valahogy oldani. Amit tudunk így helybeli tájékoztatást használni, az a helybeli muzsai újság, amely évi szinten gyakorlatilag csak 4-szer jelenik meg. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 1947-ben alakult meg. A közösségért tett érdemeiért és a kultúra területén kifejtett tevékenységéért arany érdeméremmel tüntette ki őket a szerb államfő. Reméljük, hogy ez az arany érdemérem, vagyis ez az elismerés serkenti majd a munkánkat, hogy így több tag tagosodik be hozzánk, több szakcsoport is majd létrejön. Azon kívül nagyon nagy öröm számunkra, hogy a tavalyi évben a Nemzetpolitikai Államtitkárság segítségével a Bethlen Gábor alapkezelő pályázatán keresztül sikerült felújítanunk a székházunkat. Muzsja egy erős közösségé forrott össze a 125 évvel ezelőtt 18 településről ideköltözött 420 családból. Hamar megtapasztalták, hogy csak is összefogással, kemény munkával biztosíthatnak maguknak emberhez méltó életfeltételeket. Ez így van napjainkban is. Köszönöm a figyelmüket, mára is erre a hétre ez volt a Közügyek. Hétfőn 18:05-től Fehér Márta várja Önöket. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!